Tegnap délután György Rasmussen kavarta fel az állóvizet a piacokon, hiszen az LKB kormányzó tanácsának tagja adott némi információt, némi támpontot azzal kapcsolatban, amit már múlt csütörtökön Mario Draghi LKB elnök adott számunkra. Mégpedig azt mondta, hogy ez a tartósan laza monetáris politika legalább 12 hónapig áll fönn majd a piacokon, amire rácuppantak egyből a befektetők, hiszen korábban nem kaptunk itinert ennek kapcsán. Ráadásul még azt is mondta, hogy a kereskedelmi bankoknak újabb hiteleket terveznek folyosítani, ami szintén azt vetítette előre, hogy euróban gazdag lesz a következő néhány negyed év. Az euró azonnal gyengülésnek indult, és teszteltük az áprilisi mélypontokat, de azért nem kell nagyon előre szaladni, hiszen ezek az információk érdemben belészkednek abba, amit vártunk az LKB, illetve a monetáris politika kapcsán. Tehát könnyen lehet, hogy ebből a tegnapi férfürdőből ma egy talpraállás lesz az euró-dollár árfolyamában. Ma viszont figyeljünk még arra, hogy Kínából elég gyenge külkereskedelmi adatok jöttek, az export harmatos lett, 4 éves mélypontra esett vissza, ráadásul a nap második felében számos amerikai adat, illetve beszéd fűszerezi majd a napot, amik majd a következő napok kereskedését is befolyásolják.